Magyar nyelvkönyv románoknak. Ez a címe Gyöngyösi Csilla kötetének, a Muszáfír Nyelvi és Kulturális Központ tankönyvsorozatához tartozó kötetnek, amelyet nem sokára a közönségnek is bemutatnak. Azt tudjuk előjáróban, hogy a kötet a román-magyar kommunikációt szeretné elősegíteni. Üdvözlöm, hogyan történik ez? Hát a kötetnek az volt a célja, hogy azok a kolozsvári románok, akik magyarul szeretnének tudni, ezek jellemzően vegyes családokban élők, vagy akiknek a munkájuk miatt szükségük van a magyar nyelvre, azok számára legyen egy tankönyv, illetve inkább egy munkafüzet, amiből 2-3 év alatt megtanulhatnak magyarul. Honnan jött az ötlete ennek? Úgy tudom, hogy ön egy nyelviskolát is vezet. Igen, én vezetem ezt a Muszáfír nyelviskolát, itt mindenféle nyelvet tanítunk, amihez értünk, vagy kevésbé értünk, és hát ez egy közönségigény volt, úgy tűnik, hogy Kolozsváron menő magyarul tudni, a románoknak menő magyarul tudni. Elég sokan szoktak lenni, akik megkeresnek bennünket, hogy tanítsuk meg őket magyarul, illetve most már gyerekek is jönnek, tehát román gyerekek jönnek, hogy szeretnének magyarul tanulni, és ez az igény szülte azt, hogy legyen magyar nyelvtanfolyam felnőtteknek és most már gyerekeknek is. Elsősorban olyanok kérik ezt, akik vegyes családokból származnak, vagy teljesen román családok is érkeznek magyarul tanulni? Mind a kettő jellemző, nagyon változatosak a motivációk, hogy ki miért szeretne magyarul megtanulni. Van ilyen is, van vegyes család is, aki a férjével, feleségével szeretne magyarul beszélgetni, vagy vannak gyerekeik, és akkor magyar iskolába szeretnék adni őket, és szeretné érteni, hogy a tanítónéni mit mond. Ez is egy szempont. De van olyan tanítványom is, aki azt mondta, hogy ő teljesen román felmenőkkel, de itt él Kolozsváron, és valahol természetesnek tartja, hogy tudjon néhány szót magyarul. Jó hallani mindezt egyébként. Melyek azok a módszerek, amelyekkel megtanítják a románokat magyarul beszélni? Az első probléma, amivel szembesültem, az az, hogy nincsen magyar tankönyv. Tehát nincsen tankönyv, amit mi használhatnánk az oktatásban. És akkor én elkezdtem ilyen leckéket írni, ahol kifejezetten az alapszókincsre koncentrálunk. Tehát azokra a szavakra, kifejezésekre, kolozsváriságokra, amikkel találkozhat egy román, találkozhat a piacon, otthon, vagy ha főz az anyósával, vagy van egy olyan lecke is a munkafüzetben, hogy körbejárjuk a magyar Kolozsvár emblematikus helyét, a főtértől kezdve a Széchenyi térig. Tehát mindenképpen az a gondolat a módszer mögött, hogy hasznos tudást adjunk azok kezébe, akik magyarul szeretnének tanulni. Mert hogy nem könnyű magyarul megtanulni, nyilván nekünk is van ilyen tapasztalatunk, románul sem könnyű megtanulni, de egy visszafelé is ugyanez a probléma, mert annyira eltér a két nyelvnek a szerkezete, és a feladatok kifejezetten azokat a problémákat célozzák, amikkel egy román szembesül, akkor, amikor elkezd magyarul tanulni. Például, hogy nem hallja az A és az O hang közötti különbséget, vagy hogy a tárgynak van ragja a magyar nyelvben, és azt a szó végére kell ragasztani, vagy például van a hangrend, hogy miért nem mondjuk azt, hogy házben, mert hogy miért hangzik ez rosszul, miért mondjuk azt, hogy házban, és akkor kifejezetten ezekre a problémákra fókuszál ez a munkafüzet, ami egy sorozatnak az első kötete. Meg is mutathatjuk a kamerának, hiszen itt tartja a kezében, itt van ez a magyar nyelvlecke kezdőknek, tulajdonképpen ez a címe. Mennyi idő alatt tanulhat meg egy román anyanyelvű magyarul? Hát mondjuk úgy, hogy beszélgető szinten. De nyilván ez attól függ, hogy ki mennyi energiát fektet bele otthon, illetve a magyar része a családjának az mennyire segítőkész. Sajnos az a tapasztalat, hogy nem. Tehát aki románként elkezd magyarul tanulni, az nagy elutasítással szembesül. A magyarok részéről, nem a románok részéről. Ami nagyon furcsa nekem, de sajnos ez egy rossz tapasztalat. Én azt tudom mondani, hogy aki heti egyszer jön órára, annak olyan 3-4 év kell, amíg belerázódik. De hogyha belegondolunk abba, hogy például a gyerekek hogyan tanulnak meg románul, hát nekik is kell 3-4 év, 5 év, 6 év, amíg kommunikációs, társalgási szinten elsajátítják a román nyelvet, ez visszafelé is ugyanígy van. Tehát ez nem egy angol nyelv, ahol fél év után már valaki tud beszélni, hanem ez egy hosszabb folyamat. Még nagyon röviden egy picit beszéljünk arról is, hogy ez a kötet nem csak nyelvet tanít, hanem valamilyen formában megismerteti a magyar Kolozsvárt is.
Igen, tehát akkor, amikor én elkezdtem magyar tanítani románoknak, én azzal szembesültem, hogy bár nagyon jó szándékúak és kíváncsiak, semmit nem tudnak a magyar Kolozsvárról. Tehát valahogy azok a fontos helyek, fontos történetek, amik vannak itt Kolozsváron, amik cirkulálnak a magyar környezetben, magyar társadalomban, azok így nem jutnak el hozzájuk, vagy nagyon mérsékelten jutnak el hozzájuk. És akkor így elkezdtünk arról beszélgetni, mi is az, hogy magyar Kolozsvár. Először románul, és akkor ha leckék erre épülnek, hogy van két főszereplő, egy üzletember és egy hölgy, aki a polgármester hivatalban dolgozik, és akkor az ő történetükön keresztül ismerkednek meg a tanulók a magyar Kolozsvárral, a főtérrel például, tehát van egy vezetett séta minden nyelvkurzusban, amikor végigmegyünk, és akkor megnézzük a főteret, Mátyás király, Szent Mihály, végigmegyünk a Széchenyi térig, megtanulják a magyar utcaneveket, meg a problémát, hogy ez miért vannak magyar utcanevek egyáltalán. Tehát egy nagyon-nagyon fontos ajánló lehet azoknak, akik megtanulni szeretnék nem csak a magyar nyelvet, de a magyar kultúrát is. Azoknak ajánlom, akik ezt a könyvet, ezt a könyvbemutatót megnéznék. 5 órakor kezdődik a könyvbemutató a Muszáfér központban a Jókai utca 2-es szám alatt. Köszönöm szépen Gyöngyösi Csillának.